tizedik nap és már a negyedik mérkőzés jön. Természetesen szeretnénk azért itt kicsit eltolni a bajnoki avatást, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Szombathelyen tudnánk ötödik mérkőzésen azt eldönteni, hogy ki lesz a bajnok. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a Suscsák Mátét gyakorlatilag jogosulatlanul, de ötödik sárgával ugye eltiltás miatt ma nem játszik. Így klasszikus centerünk gyakorlatilag már nincs is. Nem szabad a meccsen túltekintenünk, hogy ez lesz az utolsó vagy sem. Ez olyan útra vinne minket, ami nem segít. Úgyhogy elsősorban a taktikára és a stratégiára kell fókuszálnunk, és akkor jól alakulnak a dolgok. Külön készültünk az 5-4-re, hiszen az előző meccsen sokszor került elő, és szerintem ma is ez lesz. Már az első percben vezetést szerzett a világosmezes haladás Kecskeméten. A bajnoki döntő negyedik felvonásának első gólját az a Drót Zoltán szerezte, aki korábban a Veszprém elleni kupadöntő 3-0-ás végeredményét is beállította. A folytatásban viszont kiderült, ezúttal a három találat még a döntetlenhez sem lett volna elég egyik csapatnak sem, vagyis igencsak izgalmasan alakult a mérkőzés. Hatalmasat küzdöttünk, ilyen kevés játékossal is, úgy gondolom, hogy felvettük a parit a haladással. Nüanszokon múlott ez a mérkőzés, ahogy az előző mérkőzések is. Nem csak Drót, hanem Rutai Balázs is betalált a kupa döntőben. A volt kecskeméti játékos ezúttal a 13. percben volt eredményes, amivel közelebb került a haladás ahhoz, hogy ezután a mérkőzés után is aranyérmek kerüljenek a vasi nyakakra. A kezdet kicsit nehéz volt, mert az előttem itt dolgozó edző a védekezésre alapozott, másmilyen stílust helyezett el a játékosok DNS-ében, mint az enyém. Én más utat járok, ezért volt nehéz az eleje, de idővel elkezdtük megérteni egymást kölcsönösen a játékosokkal, és tudták, hogy mit szeretnék. A bajnokin január után beköszönő Hajmási Milán közvetlenül a térfélcsere után már 3 gólos előnyhöz juttatta a haladást. Ám aki ekkor azt gondolt, hogy a Kecskemét már nem tud kapaszkodni, bizony tévedett. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi évek legnehezebb döntőjét játszottuk, ezt szerintem bevallhatom. Voltak nehézségeink egész év során, de főleg a második fél év volt az, amiben ezt nagyon éreztük. Nyilván új edzővel is kezdtük meg az év elején a munkát, ahogy már azt mondtam korábban is, de nem foglalkoztunk igazából semmivel, csak a saját magunk dolgára fókuszáltunk. A döntő harmadik találkozója után Fekete Márka negyedik felvonásban is eredményes volt, és a következő alkalommal is kecskeméti játékosról került a kapuba a labda. Igaz, a bal szerencsés Pál Patrik ennek nem örülhetett, hiszen a válogatott játékos öngóljával lett 1-4 az eredmény. Amikor elléptünk 4-1-re, az úgy gondolom egy remek szituáció volt, utána viszont higgadság és koncentráció nélkül kezdtünk el játszani, sok hibát követtünk el, emellett a Kecskemét megmutatta, milyen harci szelleme van, hogy miért jutott el a döntőbe. Az egész szezonban jól dolgozott az ellenfelünk. A bajnoki döntő első mérkőzésén triplázó Bíró Attila a 28. percben 2-4-re módosította az állást, majdnem sokkal később Kajtár Mátyás 10. bajnoki góljával minimálisra csökkent a különbség, és még szűk 10 perce maradt az egyenlítésre a szkorgólnak. A legjobbunkat akartuk adni, nem csak most, hanem minden egyes nap az egész szezonban. Ezek a srácok nem csak az évhősei, ezek a játékosok a sporthősei, a kecskeméti sporttörténelemé. A döntő előtt 3 bajnoki gólnál járó Fekete a finálén kevesebb mérkőzésen is eljutott eddig. Ráadásul a 33. percben ez már a hazaiak egyenlítését eredményezte, ami után nagyon izgalmasan alakult a végjáték. A végén az időkérés után 4-4-nél nagyon kemény szituációk voltak. Gondolok például arra, hogy tudtuk, 3 fontos ember is hiányozna tőlünk az 5. meccsről. Azt mondtam a srácoknak, hogy tapasztaltak vagyunk. Sok ilyen helyzetben volt már a csapat, úgyhogy nyugodtnak kell maradnunk, kontrollálnunk kell a végét, és emellett segítenünk a kapusunkat. Ahogy a legelején mondtam nekik, a legnehezebb lépések mindig az utolsók. Az utolsó szó a mérkőzésen gólszerzőként Erike Diniznek jutott a 38. percben, aki ezzel megnyerte a mérkőzést a haladásnak. 5-4-es sikerével a címvédő sorozatban negyedszer zárt az első helyen a futszál NB1-ben. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg ezt a bajnoki címet, de hatalmasat küzdöttünk, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem az előző mérkőzéseken is, illetve egész bajnokságban. Igen, talán az volt a különbség, hogy a Hajnak hosszabb volt a padja, és talán nagyobb rutinnal rendelkeztek a döntők terén, de nem tudom szavakba önteni azt, amit ez a csapat letett, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem az előző mérkőzéseken is. Örülök, hogy sikerült győzni.
Zsinórban egyik bajnoki címünk, én nagyon örülök ennek, hiszen ez egy hatalmas siker a klub életében, és tényleg ez nem csak a játékosok sikere, ez a szurkolóink sikere, akik otthon buzdítottak minket, akik itt voltak, akik elkísértek minket az egész szezonban idegenbe is, és a stábé, mert azért itt a játékosok mögött egy hatalmas stáb dolgozik. Tényleg ez egy komplex döntő volt, nehéz volt. Jó, hogy vége, mert azért elfáradtunk, szóval az ötödik mérkőzésre elfogytunk volna, hiszen én sem, a Vasárdi sem, ugye volt egy kiállítás, három játékosra kevesebb lettünk volna, érdekes lett volna, de hál' Istennek ez nem így történt. Lezártuk, úgyhogy jön a megérdemelt pillanat.